Teller Ede nevét két dologról ismeri a nyilvánosság. A hidrogénbomba atyának nevezik, és Robert Oppenheimer bukásának kulcsfigurájaként tartják számon. Ironikus módon ez a két leginkább közismert tény Tellerről valójában nem teljesen igaz. A spanyol inkvizíció úgy próbálta elhárítani magáról a felelősséget az eretneknek bélyegzett emberek megégetéséért, hogy a világi hatalmak kezére adta őket. Ha ugyanis maga égetné el őket, akkor, mint azt ájtatosan elmagyarázza, ellentétbe kerülne a krisztusi elvekkel. Vagyis szerinte ő maga nem égethet el embereket, de olyanok kezére adhatja őket, akik ezt megteszik. Nem valószínű, hogy sokan elfogadnák a mosom kezeimet védekezésnek ezt a formáját, mivel az inkvizítor atyák tisztában voltak vele, hogy mi vár az elítéltekre. Ehhez hasonlóan, amikor egy tudományos eredmény technológiai alkalmazása egyértelmű, például egy ideggázokkal foglalkozó kutató esetében, az illetőnek nincs joga azt mondani, hogy a felhasználás nem az ő ügye, mivel nem ő, hanem a katonák adják ki a parancsot, hogy a gázzal embereket nyomorítsanak meg és pusztítsanak el. Még nyilvánvalóbb a helyzet, ha egy tudós anyagi támogatás fejében önként ajánlja fel a szolgálatait a kormánynak. Ha egy tudós pénzt fogad el egy hivataltól, és már előre tisztában van vele, hogy a munkája használhatatlan lesz, akkor egyszerűen csaló. Ha viszont az eredményei alkalmazhatók lesznek, akkor viselnie kell értük a felelősséget. Mindenért, ami a kezéből kikerül, megilleti a jogos dicséret vagy gáncs. Teller Ede életpályája ebből a szempontból kiváló példája annak, hogy mekkora kárt okozhatnak brilliáns emberek, akár véletlenül, akár szándékosan, ha hatalmi pozícióba kerülnek. Ahogy a híres történész Richard Rhodes mondta egy interjúban, Teller következetesen rossz tanácsokat adott minden elnöknek, akinek dolgozott. Ez a politika egyik alappillére, de Teller esete sajnálatos módon azt jelzi, hogy rossz kezekben még a tudomány is a hatalommal való visszaélés szolgálatába állítható. De hogyan vált ez az alapvetően melegszívű és zseniális tudós a tömegpusztító szuperfegyver megszállottjává, és hogyan múlt egyetlen hajszálon, hogy nem sodorta globális atomháborúba a világot? Teller viselkedésére a tudós múltjában találjuk a választ. Sajnálatos módon már gyerekkorában az első világháború utáni kommunista és fasiszta rezsimek mentális áldozatává vált, amikor első kézből tapasztalta meg a Kun Béla és Horthy Miklós által okozott pusztítást. A kommunista forradalom idején a középosztálybeli családok, így az ő családja vagyonát is kisajátították, később pedig villamos vágta le az egyik lábát, aminek következtében állandó fájdalmak gyötörték. A kommunisták által előidézett káosz és bizonytalanság mély benyomást tett rá, és egy életre traumatizálta. Később, amikor Németországba, Angliába és Amerikába vándorolt, látta, hogy a nácizmus hurka egyre szorul Európa körül. Valószínűleg ez a kettős csapás, amelyet a kommunizmus és a nácizmus kegyetlensége okozott, diktálta Teller minden későbbi tettét az élete hátralévő részében. A pályája első szakaszában jelentős tudományos eredményeket ért el a kvantumelméleti kiválasztási szabályoktól kezdve, a szilárd testek fizikáján keresztül a kozmológiáig, azonban a totalitarianizmustól való félelme már korán megnyilvánult, és az elsők között szorgalmazta az Egyesült Államok atomfegyver programját. 1945. májusában 100 tonna TNT-t halmoztak fel az új-mexikói sivatagban, hogy felrobbantsák. Ezzel az atomkorba taszították a világot, és viszonyítási alapot adtak a következő 20 év titkos atomkísérleteinek. De hogy mi vezetett idáig, arra a 7 évvel korábban bekövetkező események adnak választ. 1938. március 12-e. A náci Németország csapatai bevonulnak Ausztriába, és ezzel Hitler végrehajtja az Anschlusst. A versailles-i békeszerződés szigorú tiltása ellenére Ausztriát Németországhoz csatolják, és ezzel elkezdődik Hitler külpolitikai terve, hogy kiterjessze a harmadik birodalom határait. Ausztria fegyveres konfliktus nélkül csatlakozik Németországhoz. Még ugyanebben az évben, Berlinben, német tudósok urániummal való kísérletezések során váratlanul felfedezik a maghasadást, és a harmadik birodalom egy lépéssel közelebb kerül az atombomba megalkotásához. A felfedezés rettegést szított a nyugat szívében, és sorsdöntő események sorozatát indította el.
1939. júliusában Teller Edel fuvarozta el Szilárd Leót a Long Islandben nyaraló Albert Einsteinhez. Ekkor született meg az a történelmi jelentőségű levél, amelyet a tudósok Roosevelt elnöknek írtak. A levél célja az volt, hogy figyelmeztessék az elnököt, hogy a nácik egy új és erős fegyveren dolgoznak. Nyomatékosították, hogy a Németországban bekövetkezett politikai és tudományos fejlemények miatt az Egyesült Államoknak még a nácik előtt ki kell fejlesztenie a hasadó, más néven atombombát. A vészjósló levelet Szilárd Leó fogalmazta meg, de Einstein írta alá. Teller az elsők között volt, akik riasztották a kormányt, hogy a németeknek saját atomprojektjük lehet. Roosevelt elnök gyors döntést hozott, és kijelölte az urániummal kapcsolatos kutatásokat. Eközben Németország megtámadta Lengyelországot, és kitört a II. Világháború. A háború kitörésekor Teller már a George Washington Egyetem tekintélyes professzora volt. Meghívták, hogy vegyen részt az atombomba kifejlesztését célzó Manhattan projektben, amelyet a zseniális elméleti fizikus Robert Oppenheimer vezetett. Amikor Teller és Oppenheimer először találkoztak Los Alamosban, hamar kiderült, hogy a kettejük kapcsolata csak súrlódással és tragédiával végződhet. Az egész történetben az az ironikus, hogy mennyire hasonlított egymáshoz ez a két ember. Mindketten a magas kultúra és jómódú családok termékei voltak, akik érdeklődtek az irodalom és a művészetek iránt. Mindketten nagy szerepet képzeltek maguknak a történelemben, és mindkettejüket érdekelte az őket körülvevő emberek sorsa. Ennek ellenére a személyiségük szinte a kezdetektől fogva ütközött, és a bizalmatlanságot többnyire Teller váltotta ki. Amire ők ketten találkoztak, Oppenheimer már a kora legkiválóbb amerikai származású elméleti fizikusa lett. Hihetetlenül éles eszével, tudásával és a probléma megoldó képességével még a Nobel-díjasokat is képes volt irányítani. De az olyan emberek, mint Oppenheimer, aligha egyszerűek, ezért a kollégái és a tanítványai két szélsőséges táborba estek. Voltak, akik bálványozták az intellektusát, és voltak, akik bizonytalan és öntelt pózolónak látták. Teller egyértelműen az utóbbi táborba tartozott. A két férfi közti súrlódás tovább fokozódott, miután Teller Los Alamosba költözött, mert Oppenheimer nem őt, hanem Hans Bethe-t nevezte ki a projekt fontos elméleti részlegének vezetőjévé. Teller érthető módon dühöngött a döntésen, hiszen Bethe-vel ellentétben ő a kezdetek óta együtt élt a projekttel. Oppenheimer viszont bölcs döntést hozott. Tisztában volt vele, hogy tudományos szempontból kétségkívül mindketten alkalmasak, de a Manhattan terv kulcsfontosságú részlegének irányításához, szilárd eltökéltségre, kiegyensúlyozott döntéshozatalra és kiváló csapatjátékos képességre van szükség, miközben az ember egója a háttérben marad. Ezek a tulajdonságok mind megvoltak Bethe-ben, de nem voltak meg a lobbanékony riválisában. Teller sosem tért magához ebből az újabb csapásból, és onnantól fogva mind Oppenheimerrel, mind az évek óta legjobb barátjával, Bethe-vel is egyre feszültebb lett a kapcsolata. Ez volt Teller egyik legnagyobb tragédiája. Tudós létére képtelen volt szétválasztani a személyes érzéseit az objektív gondolkodástól. A Los Alamosba való megérkezése után szinte azonnal kivonta magát a közös munkából. Nem azért, mert elborzadt attól, amire az atombomba képes. Épp ellenkezőleg. Egy még szörnyű pusztításra képes fegyveren kíván dolgozni. Megtagadta, hogy pontos számításokat végezzen az atombomba hasadóanyagának láncreakciójával kapcsolatban, és ragaszkodott hozzá, hogy a szuperfegyveren dolgozhasson. Ez a szuperfegyver a fúziós, más néven termonukleáris vagy hidrogénbomba. Míg egy atombomba hatékonyságának, illetve pusztító energiájának van praktikus felső határa, a hidrogénbomba erejét semmi sem korlátozza. De a hidrogénbombát csak egy atombombával lehet működésbe hozni. A termonukleáris fegyver gyártási technikájának kidolgozását általában Tellernek tulajdonítják, de Teller eredeti terve valójában katasztrofális tévedésen alapult és sosem működött volna. Míg egy atombomba nagy mennyiségű tríciumot vagy deutériumot gyújt be, a heves reakció energiavesztesége túl nagy ahhoz, hogy fenntartsa a sikeres fúziós reakciót.
Ha egy bombát úgy dobunk le, hogy az nem semmisíti meg önmagát, a megtalálója a hibás terveket kijavítva saját fegyvert gyárthat. Teller még ennek tudatában is a saját hibás tervének megvalósítását szorgalmazta, kihasználva a romló politikai helyzetet és a tudományos közösségben elért egyre növekvő befolyását. Ez volt Teller első igazán becstelen cselekedete. A második az volt, hogy hiteltelenítette azt az embert, aki valójában előállt az első működő termonukleáris bomba tervével. Ő volt Stanislav Ulam, egy kivételesen éleseszű matematikus. Részletes számításokat végzett, amelyek feltárták a lyukakat Teller eredeti tervében, majd előállt a berobbanó sugárzás ötletével, amely összenyom egy adag termonukleáris üzemanyagot, és lehetővé teszi annak tartós fúzióját. Teller forrongott a dűtől Ulam számításait látva, és ahogy felismerte az ötletben rejlő potenciált, rögtön kisajátította és jelentősen finomította. Azóta a világ nukleáris arzenáljának szinte minden hidrogénbombája a Teller-Ulam modell alapján készült. Teller még a későbbi éveiben is megtagadta Ulamtól az elismerést, és hogy az ötlet valójában tőle származik, ami különösen elgondolkodtató, ha figyelembe vesszük, hogy Teller az élete fogyó éveiben is nyilvánosan lekicsinylette a saját szerepét a hidrogénbombák kifejlesztésében. Hogy ez csak szimpátia elnyerésére és hamis szerénység mutatására alkalmazott trükk volt-e, már sosem fogjuk megtudni. Eközben Oppenheimer sorsa egyre hánytatottabbá vált. Németország és Japán kapitulációja után Teller megszállottan követelte a szuperbomba létrehozását, elsősorban a Szovjetunió megfélemlítése érdekében. A feladatát két körülmény is könnyítette. Az egyre erősödő félelem a militáns, sztálini Szovjetuniótól, valamint a McCarthyizmus néven ismert politikai boszorkányüldözés, amelyet McCarthy szenátor indított a kommunista vagy kommunistának vélt személyek ellen. Ráadásul az olyan események, mint a berlini blokád vagy az első szovjet atombomba kísérlet mind Teller érvelését erősítették, így könnyedén állított a saját oldalára politikusokat, tudósokat és a hadsereget. Akadályt jelentett azonban Oppenheimer személye, aki a háború után az Atomenergia Bizottság általános tanácsadó bizottságának elnöke lett. A háború után Oppenheimer Harry Truman elnöknél járt, és komoran megjegyezte, hogy a tudósok keze véres. Figyelmeztette az elnököt, hogy a tudományt rossz célok érdekében használták fel. A kihallgatás után Truman elnök ráparancsolt a titkárára, hogy soha többet nem akarja látni Oppenheimert. Mindezen események kibontakozásához nagyban hozzájárult Teller viselkedése és az elnököknek adott rossz tanácsai. Mégis az a cselekmény, amely miatt Teller hírhedté vált, csak néhány évvel később, 1954-ben következett be. A háború vége óta Oppenheimer kitartóan ellenezte a hidrogénbombát, nem csak erkölcsi, hanem technikai alapon is. Mellette olyan prominens tudósok is ellenezték a projektet, mint Enrico Fermi és Isidor Rabi, de Oppenheimert a hírneve, a kormány legfontosabb nukleáris tanácsadójaként betöltött szerepe, valamint a gyakran türelmetlen és kegyetlen viselkedése kiemelte a többiek közül. Amire a Teller-Ulam terv napvilágra került, Oppenheimer már nagyhatalmú ellenségeket szerzett, különösen a bosszúálló és kicsinyes Louis Strauss volt haditengerészeti miniszter személyében, aki közvetlenül Eisenhower elnök fülébe suttogott. Amikor a kormány vádat emelt Oppenheimer ellen, Tellert felkérték, hogy tanúskodjon. Visszautasíthatta volna, és ezzel megvédhette volna a hírnevét, de ő másként döntött. A kormányzati meghallgatáson bírálta Oppenheimert, és megkérdőjelezte az Egyesült Államok iránti hűségét. Pont egy olyan időszakban, a hidegháború kezdetén, amikor minden bokor mögött szovjet kémeket sejtettek, természetesen nem alaptalanul. Teller a meghallgatáson a következőt mondta. Nagyon sok esetben láttam Dr. Oppenheimert számomra rendkívül nehezen érthető módon cselekedni. Számos kérdésben mélyen nem értettem egyet vele, és őszintén szólva bonyolultnak és zavarónak tűntek számomra a cselekedetei. Úgy érzem, olyan kezekben szeretném tudni ennek az országnak a létfontosságú érdekeit, amelyeket jobban megértek, és amelyekben ezért jobban bízom. A tanúvallomás érdekessége, mint azt Freeman Dyson az életrajzában kifejti, az az, hogy meglehetősen drámai, de igaz.
Oppenheimer a háború alatt hazudott a hadsereg tisztviselőinek azzal kapcsolatban, hogy közvetett módon megkeresték, hogy titkokat vigyen át a Szovjetunióba. A kérést azonnal visszautasította, de később előállt egy furcsa és szükségtelen, a saját szavaival élve, kakas és bika történettel, hogy ezzel magyarázza a tetteit. Ez a történet a háború alatt nem sodort a bajba, a projektben betöltött nélkülözhetetlen szerepe miatt, de minden bizonnyal alátámasztotta a Teller tanúvallomásában elhangzott zavaros és bizonytalan jelzőket. Ráadásul Oppenheimer atomfegyverekkel kapcsolatos nézetei a háború után gyakran ellentmondásosnak tűntek, csak úgy, ahogy a korábbi tanítványai iránti hűsége. Habár végeredményben Oppenheimer lojalitását nem vonták kétségbe, a megbízhatóságának igazolását megtagadták, ezért le kellett mondania a tanácsadó bizottságának elnöki pozíciójáról. Így Teller kivonta Oppenheimert a forgalomból és olajozottá tette az útját a szuperfegyverhez. Teller szavait az Oppenheimert támogató tudósok többsége árulásnak tekintette. Ennek az lett a következménye, hogy Teller a vallomásával sokkal többet ártott saját magának, mint Oppenheimernek. A korábbi barátai többé nem álltak vele szóba, az egyik volt kollégája pedig nyilvánosan megtagadta, hogy kezet fogjon vele, amire Teller a szobájába vonult és sírva fakadt. A háborús idők fizikusainak nagy része lényegében páriának nyilvánította. Teller ismét engedte, hogy az érzései diktáljanak a józan esze helyett, és ezért szörnyű árat kellett fizetnie. Ez volt Teller esélye, hogy puccsot hajtson végre Oppenheimer ellen, és ez a tragédia azért különösen súlyos, mert ha nem tett volna vallomást, lényegében semmit sem változtatott volna Oppenheimer biztonsági engedélyének visszavonásán. Az Egyesült Államok első termonukleáris berendezését 1952-ben próbálták ki, de az olyan hatalmasra sikeredett, hogy nem lehetett rakétával célba juttatni, sem repülővel szállítani, ezért azon a helyen robbantották fel, ahol összeszerelték. Egy csendes óceáni szigeten, amelyet a robbanás leradírozott a térképről. Az első valóban termonukleáris bomba egy évvel később készült el, de nem az USA-ban, hanem a Szovjetunióban. Voltak viták arról, hogy vajon a Szovjetunió akkor is kifejlesztette volna-e a bombát, ha ezt az USA nem tette volna meg, és az USA-nak vajon tényleg szüksége volt-e rá a Szovjetunió elrettentéséhez, ugyanis akkorra már óriási atombomba készletekkel rendelkezett. A globális nukleáris háború veszélyeit a hidrogénbomba kifejlesztése jelentős mértékben megnövelte. Egy légkörben előidézett termonukleáris robbanás után ugyanis a városokban hatalmas tűzvész keletkezik. A légkörbe jutó óriási mennyiségű füst lehűlést és sötétedést idéz elő, ami globális méretű nukleáris telet okoz. Vagyis mindegy kirobbantja a bombát, ugyanolyan környezeti ártalmakkal kell szembenéznie, mint az ellenségének. A nukleáris tél okozta hőmérséklet csökkenés várhatóan 11 és 22 Celsius fok közé esne. Ez lényegesen nagyobb, mint a jelenkor és az utolsó jégkorszak globális hőmérséklete közötti eltérés. Egy 200 tudományos kutatóból álló nemzetközi csapat felmérte egy általános termonukleáris háború hosszú távú veszélyeit, és arra jutottak, hogy a globális civilizáció és a legtöbb népcsoport végveszélybe kerülne, elsősorban éhezés következtében. Ha egy ilyen nukleáris háború valóban bekövetkezik és a városok célpontokká válnak, Teller Ede és Egyesült Államokbeli munkatársai, valamint a Szovjetunióban az Andrej Szaharov vezette csoport tagjai viselhetik a felelősséget azért, hogy az emberiség jövője előtt leereszkedik a függöny. Amikor 1983-ban Carl Sagan felhívta a figyelmet a nukleáris tél várható bekövetkeztére, Teller nyomban bejelentette, hogy 1. Sagan számításai hibás fizikai alapokon nyugszanak, és 2. A jelenséget már korábban is felfedezték a Lawrence Livermore Nemzeti Laboratóriumban, mégpedig Teller útmutatásai nyomán. Csak hogy az állítólagos korábbi felfedezésnek nyoma sincs. Az viszont bizonyítható, hogy azok közül, akiknek a különböző országokban az volt a feladata, hogy a kormányokat informálják a nukleáris fegyverek hatásairól, senki sem figyelt fel erre a jelenségre.
De még ha Teller igazat is mondott volna, miért mulasztotta volna el feltárni az állítólagos felfedezéseit a világ előtt? Teller nem teljesen alaptalanul képviselte azt a nézetet, hogy a hidrogénbomba biztosítja a termonukleáris háború elkerülését, mert egy ilyen háború már túlságosan nagy veszteségekkel járna. De ez az érvelés azt feltételezi, hogy a nukleáris fegyverekkel rendelkező országok mindig racionálisan járnak el, és a vezetőiken nem uralkodik el a dű, a bosszúvágy vagy az őrület. Ez meglehetősen naív feltételezés volt Hitlerrel és Sztálinnal a háta mögött. Jelenleg Észak-Korea és Oroszország diktátorai fenyegetőznek atomháborúval. Teller az 50-es évek után végleg elvétette az utat. Lényeges mértékben akadályozta egy atomkísérleteket betiltó egyezmény létrejöttét. Megnehezítette az 1963-as atomcsend egyezmény megkötését azzal a tetszetős érvel, hogy a Föld felett végzett atomkísérletek elengedhetetlenek a nukleáris fegyverkészletek fenntartásához és tökéletesítéséhez, valamint hogy az egyezmény ratifikálása semmivé tenné az ország jövőbeli biztonságát. Azt hirdette, hogy az 1979-es pennsylvániai reaktorbalesetnek ő volt az egyetlen sérültje, mert, mint mondta, az eseményről folyó vitáktól szívrohamot kapott. Teller Alaszkától Dél-Afrikáig mindenütt atomtölteteket akart robbantani, kikötők és csatornák képzése céljából, alkalmatlan helyen álló hegyek megszüntetésére és erőteljes földrengések előidézésére. Amikor Frederika görög királynőnek is ezt ajánlotta, állítólag ezt a választ kapta. Köszönjük, Dr. Teller, de Görögországban már úgyis annyi a fantasztikus rom. Ha ellenőrizni kell Einstein általános relativitás elméletét, robbantsunk nukleáris töltetet a nap túlsó oldalán, javasolta Teller. Ha meg kell határozni a hold kémiai összetételét, küldjünk hidrogénbombát a holdra. Robbantsuk fel és analizáljuk ki a felvillanás és a tűzgolyó színképét. 1980-ban Teller eladta Ronald Reagan elnöknek a csillagháború ötletét, amelyet stratégiai védelmi kezdeményezésnek, röviden SDI-nak neveztek el. Reagan láthatóan elhitte Teller nagy képzelőerőről tanúskodó történetét arról, hogy el lehet készíteni egy íróasztal méretű, hidrogénbombával működtetett röntgenlézert, amely a Föld körüli pályán keringve röptében képes elpusztítani 10 000 szovjet robbanófejes rakétát, és ez az a mód, ahogy az Egyesült Államok polgárait valóban meg lehet védeni egy globális termonukleáris háború kirobbanása esetén. A Reagan kormányzat védelmezői úgy próbálták beállítani, hogy az SDI vezetett a Szovjetunió összeomlásához, ez azonban nem igaz. A Szovjetunió bukásának valódi oka végső soron a központi irányítású gazdasági rendszer csődje, a nyugati életszínvonal egyre szélesebb körű megismerése és a gorbacsovi nyitottság volt. Gorbacsov tanácsadói világossá tették, hogy amennyiben az Egyesült Államok valóban a csillagháborús útra lép, a legbiztosabb és legolcsóbb szovjet válasz az, ha tovább növelik a létező robbanófejkészletet és a ballisztikus rakétaparkot. Ebben az esetben pedig az SDI nem csökkenti, hanem növeli a termonukleáris háború veszélyét. 10 000 amerikai tudományos kutató és mérnök jelentette ki nyilvánosan, hogy nem hajlandó a csillagháborús program keretein belül dolgozni, sem pedig SDI szervezettől pénzt elfogadni. De Tellernek volt más remek ötlete is. Lyukfúró nukleáris robbanófejeket is szeretett volna kifejleszteni, amelyek alkalmasak lettek volna a föld alatti irányítóközpontok és óvóhelyek elérésére és megsemmisítésére a vezetőkkel és a családjaikkal együtt. De szeretett volna 1/10 kilotonna robbanóerejű bombákat is, amelyek megbénították volna egy ország egész infrastruktúráját. Még a 90-es évek végén is azon munkálkodott a kollégáival, az egykori szovjet atomfegyver kidolgozóival, hogy a termonukleáris fegyver újabb generációját hozzák létre, amely képes lett volna arra, hogy megsemmisítse vagy eltérítse a pályájáról az olyan aszteroidákat, amelyek összeütköznének a Földdel. Ez jó ötletnek tűnhet, de az idő előtti kísérletezgetés könnyen katasztrófába sodorhatta volna a fajunkat. Mindezek ellenére Teller legnagyobb tragédiája mégsem az atomfegyverekhez kötődik, hanem a saját egójához. A bombák iránti rögeszméje nyomán elpazarolta a fantasztikus tudományos képességeit, és nem tudott igazán nagy fizikussá válni.
A háború előtt ő és Oppenheimer rendkívüli mértékben járultak hozzá a tudomány fejlődéséhez, de a hatalomra törekedve megfeledkeztek a szeretett tudományukról. Teller Ede egészen a 2003-ban bekövetkezett haláláig konokul kitartott az atomfegyverekkel kapcsolatos nézetei mellett. 2022. decemberében az Egyesült Államok energiaügyi minisztere érvénytelenítette az 1954-es döntést, mondván, hogy az egy hibás folyamat eredménye, és megerősítette, hogy Oppenheimer végig lojális volt.